A film úgy kezdődik, hogy a feliratokat szétbassza egy rúd, amiről kiderül, hogy egy háló. És már jön is a főcím. Na de nem ez, hanem... Pókember. Már az első jelenetből kiderül, hogy az aktuális Peter Parkerünk egy lúzer, akit még a buszvezető és a fogszabályzós csaj is kiközösít. Petert egyébként nem más játsza, mint a legendás Toby, aki olyan régen volt pókember, hogy simán hallgathatott volna Mobit, és ők együtt lehettek volna Toby Mobi. Ezután Harry Osbornt is megismerjük, aki szégyeli, hogy gazdag, ezért nem akar apjával együtt mutatkozni. Bár lehet, hogy inkább a fater arcberendezését szégyelli. Az osztály egy fejtágításon vesz részt, ahol megnéznek egy pár Nimbus 2000-esen tanyázó akromantullát. Peter pedig készít pár pornóképet MJ-ről. De mikor a szaftosabb fotók jönnének, egy pók megcsípi főhősünket. Hát még jó, hogy nem szúnyogokon végeztek kísérleteket. Az igen. Ezután Harry apjának, Norman Osbornnak a laborjában vagyunk, ahol természetesen egy szuperkatona szérumon dolgoznak. A tudósok elmondják, hogy a szérum kiválóan működik, bár egyszer azért előfordult, hogy a tesztalany vérengző fenevaddá változott. Norman ennek ellenére azt mondja, hogy... Hogy a terméket nyugodtan kipróbálhatjuk embereken is. Katonabán nincs meggyőzve, ezért megfenyegeti Mr. Osbornt, hogy ha nem produkál eredményeket, akkor a konkurenciának adja a támogatást. Peter ezután egyedül szeretne maradni a szobájában, hogy kedvére nézegethesse az MJ-ről készült fényképeket. Oh, yeah. Norman szintén pucérkodik, de az ő estéje kevésbé alakul kellemesen, mivel átváltozik zöld manóvá. Peter másnap igen fura dolgokat tapasztal. De nem csak az izmai, hanem a pénisze is nagyobb lett. És nem kicsivel, hanem... Sokkal! Ben bácsi viszont kevésbé van jó bőrben. Mondhatni, igencsak UV-károsodott ábrázattal rendelkezik. Harry a földön fekve találja apját, aki nem emlékszik az estére. Nem tudtál inni? Na mindenki, mert be vagy rúgva, dehogy! Feri, te csak becsapsz minket. Ezután azt is elmondják neki, hogy... Dr. Strom halott. Folytassa. Reggel megtalálták a holttestét a laborban. Folytassa. A repülős ruhát és a siklót. Folytassa. Ellopták, uram. Folytassa. Ennyi. Peter a menzán a pókok kedvenc kaját, vagyis sült krumplit majszol. Ettől valamiért a földre vizel, amin MJ elcsúszik, de a srác elkapja őt. Ekkor a csaj észreveszi, hogy... Na hát, kék a szemed. Szemüvegben nem látszott. Peter a tegnapi maszturbálás után nem mosott kezet, ezért hozzáragad a tálca, majd beborítja kajával Flash. Egy legyet és egy CGI csulát követően bunyó veszi kezdetét, ahol Peter egyből lelepleződik. Hősünk egy sikátorba menekül, ahol észreveszi, hogy szőrös az ujja, és gondolom a talpa is. Honnan tudja, hogy szőrös a talpa? Peter a tetőn megpróbál a maradék spermától is megszabadulni. Majd átmegy Tarzanba, végül meghal. De estére azért már jobban van, ezért dumál egyet a csajjal, aki elmondja, hogy... Színésznő... szeretnék lenni. Toby úgy gondolja, hogy ha MJ pornószínésznő lesz, akkor neki is kell valami hasonszőrű, exhibicionista foglalkozás. Így jelentkezik pankrátornak. Csinál is magának egy csinos jelmezt, és nézd már, a meccset Ash konferálja fel az Evil Deadből. Klaatu! Marada! A ring felé menet csajok szólnak be Peternek, és valamiért Mufflon Man is itt van. A ringet ketreccel veszik körbe, ami pókembernek pont kapóra jön, mivel fel tud rá mászni. Bár érdekes, hogy a lábszőre a sportcipőn keresztül hogyan tapad. Ezután kézitusa veszi kezdetét, lábbal, amit végül pókember nyer meg. De a főnök nem akarja odaadni neki a pénzt. Ekkor jön egy hidrogénezett fejű fószer, aki kirabolja az ipsét. Peter pedig hagyja lelépni, hogy így álljon bosszút, amiért átverték. A hidrogén szökevény azonban ledövi Ben bácsit, aki így legalább megúszta a bőrrákkal járó mizériát. Patty ettől bepipul, majd megagyusztálja a tolvajt, aki kizuhan az ablakon és megmúrt el. Az érkező hajó ezért riasztja Batmant. Az Oscorp konkurenciája ezután bemutatja a vasemberpáncélt, de az alternatív Tony Starknak már annyi is.
Pókember a tragédia hatására profi varrónővé változik, és készít magának egy új jelmezt. Varrónő leszek? Ez baromi jó. Kijövök a jégbörtönből, és burda asszony vagyok. Ezután végre megjelenik J. Jonah Jameson is, akinek a nevénél már csak a fia neve alliterál jobban. És a legrosszabb J. Jonah Jameson. Junior. Dufault ez alatt kirúgják a saját cégéből, mivel el akarják azt adni a konkurenciának. Az egyik fejes ekkor elszólja magát. Repülsz, Norman. Norman persze szót fogad, és szétcseszi a céges bulit. A fején lévő maszktól egyébként sokkal kevésbé néz ki zöld manónak, mint anélkül. És ekkor hirtelen Stan Lee, meg egy eléggé cinkes CGI jelenet. Peter ez alatt embereket ment, és nem érdekli, hogy már megint lebuktatja magát. Ezután hosszas harc következik a manóval, aztán pedig egy kis bungee jumping MJ-vel. A következő jelenetben Harry bevallja, hogy sunyiba összejött a lánnyal, de Bunyós Peti nem veri szét az arcát érte. Norman pedig eljátsz a gollamot. Te ölted meg! Mi öltük meg őket? És megszerzem magamnak! Nekünk! A zöld manó ezután betámadja a hírharson a szerkesztőségét, és ekkor kiderül, hogy dupla szája van, mint az Aliennek. A kis pofikámmal szeretek rákcsálni. Tessék szépen visszahúzódni, kis pofám. De itt van Pókember is, akit Osborn lefúj altatógázzal. Ezután kiderül, hogy Normannek nem csak dupla szája, de dupla szeme is van. Manó fej azt javasolja Pókembernek, hogy szövetkezzenek, majd ad Peternek egy kis gondolkozási időt. De Pókember inkább csajozni szeretne, így megmenti MJ-t, miközben végig maszk nélkül van, de a lány valamiért nem ismeri fel. Ezután a megmentésért cserébe kap egy puszit. Hogyha apa adja, menekülök előle, mert szúrja az arcomat, a szakállas szőre. What? A következő jelenetben egy épület lángokban áll, de Pókember kimenti a bemaradt babát. Ezután visszamegy az épületbe, de a siránkozó nagymama helyett a manót találja ott. Pokoli hírig veszi kezdetét, ami során Osborn megdobálja Petert egyszemű tengeri csillagokkal. Ezután egy váratlan lángcsóvát követően csak úgy vége szakad a jelenetnek, és egy családi ebédbe csöppenünk. Hát ez aztán egy érdekes vágás volt. Peter úton hazafelé bedob egy hamburgert, amitől kecsöpös lesz a keze. Ez majdnem lebuktatja őt, de végül kimászik az ablakon, így nem lepleződik le. Ezután csak megérkezik ő is az ebédre, és elmondja, hogy... Bocs a késésért, de élet-halálharcot vívtam egy nénivel az áfonya szomszédban. Osborn beletokmánykodna a pitébe, de May néni rácsap a kezére. Felvágná a pulykát? Hát most már inkább ne. Norman észreveszi, hogy Peter karja vérzik, így már biztos, hogy ő a pókember. A manó betámadja May nénit, mivel nem adott neki a pitéjéből, de ebbe az univerzumban nem hal meg a nő, csak kórházba kerül. Peter felhívja a telefonon MJ-t, de helyette Dufault veszi fel a telefont, és ekkor kezdetét veszi a boss fight. Boss fight. Kiderül, hogy a manó elrabolta a lányt, és felrakta egy hídra. Aztán valami libegő alkalmatosságban lévő brigádot is fellógat. Választás elé állítja Pókembert, hogy vagy a csajt, vagy a gyerekeket mentse meg. De Peter azt mondja, hogy a kecskét és a káposztát is megeszi, így senkinek nem esik baja. Manóvári Manó elvágná a fonalat, de New York népe megdobálja Normant szeméttel, nem törődve azzal, hogy műanyag hulladék kerül a folyóba. Ezután Dufault elráncigálja Petert valamilyen romokhoz, ahol egy gránáttal is megkínálja, amitől valamiért csak a maszkja robban le. Ezt követően Norman elpanaszolja, hogy én a barátságomat ajánlottam, de te az arcomba köptél! Hát így marad! Én a szívemet vágtam el a pofonokra! Dufault távvezérléssel hívja a deszkáját, hogy felnyársalja Pókembert, de végül saját magát nyírja ki vele. A boss fight után Osborn temetésén vagyunk, ahol a fia bosszút fogad Pókember ellen, MC pedig elmondja, hogy elege van a köcsök pasikból, így szívesen járna Peterrel. De ő azt feleli, hogy erre nem fog ráérni, mert a rozsdás rákolóban kapott éppen munkát. Hát jó.
Folytassa. Ennyi.